Balogás a Kapuvár térségi általános iskolában. Idén 95-en búcsúztak el a tanintézménytől. Thank you.
szívetek ragyogva, tényének az minden. A szó, a könyv, a mosoly, a virág. Körétek gyűlik szinte a virág, s mi rétek adjuk búcsúzó szívünket. Az életet, mely jutalmaz és büntet, s melyben az ember örökké diák. Most jelképezi zöld június jár, halljuk reménytől szívetek, hogy büntet. Szép lassúsággal húshoz szól az élet. Föl, fölrepülne, leszáll, tétovász. A sok kopott pad integet felétek. Tán könny is csordul, nem tudni okán. Elsápadva a messzeségben néztek, a szívetekben fölzeg, hogy tovább. Kedves barlangó nyolcadikosok! Eljött a búcsúzás ideje, mikor szeretett tanáraitoktól, iskolatársaitoktól köszöntök el. Nyolc év után az életetek hatalmas fordulatot vesz. Útra keltek, középiskolába mentek. Hat évesen szorongva, izgalommal léptétek át a iskola küszöbét. Egy új és ismeretlen világot csöppentetek bele. Ötödik osztályban már volt, hogy ismerős tanárok fogadtak benneteket. Arra várva, hogy még több új dolgot tanítsanak nektek. Nem csak tanítottak benneteket, de neveltek, sőt fegyelmeztek is. Most biztos azt hiszitek, hogy az út, amit megtettetek, ez a nyolc év nagyon gyorsan elmúlt, hogy még maradt ki nem használt lehetőség, még maradtak ki nem mondott szava, meg nem élt érzések. Azért remélem, hogy sok szép emlékkel gazdagodtatok itt, amit nem felejtetek el. Ahogy Vas Albert is írja, megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, a boldogság a meredély mászásával rejlik. Üres és csendes lesz nélkületek iskolám. Csodálatos emlékeket éltünk át együtt, sok közös és boldog kirándulás, sikeres fellépéseket és talán az első szerelmet. Szomorúan gondolunk arra, hogy vége szakadt az együtt töltött időnknek. Nem fogtok már minket támogatni, és nem fogunk közösen elkövetni diákcsínyeket sem. A sikerért, a tudásért mindig dolgozni kell. Igyekezzetek megérteni minden, de egy-egy területen még egyetek el az átlagosnál jobban. Ettől lesztek egyediek és érdekesek. Bárhová is mentek, tanuljatok figyelmesen, de emellett néha látogassatok meg minket régi jó iskolánkban. Soha ne felejtjétek, hogy a Kapuvár térségi általános iskolába jártatok 8 éven át. Kassák velük szavaival köszönünk el tőletek, kedves nyolcadikosok. Könnyes szemmel, de szeretettel a szívünkben. Aki elment, az elment. De aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem vált el tőlünk egészen. Kívánunk minden jót és szépet nektek, sok sikert az eljövendő életetekben. Thank you.
átjut rajtam a gondolat. Vajon milyen érzések keverednek bennetek itt, életetek talán első, legfontosabb eseményén. Most, mikor a balladás már kezdet értette, s minden sorról sorra folyik, több érdek emlék indul útjára, amit most szeretnétek megosztani egymás között. Történelmet írtok. Minden év különleges valamiben, az idei év talán abban, hogy igaz, hogy 2007. július 1-e óta egy iskola vagyunk, de most van először, hogy a Kakovár térségi átiskola zászlójára felvetettek a szalagban. Iskolánk, a Pácai Pál általános iskola szeptemberben ünnepli 140. évfordulóját, míg a Széchenyi István általános iskolában 44 éve folyik oktató nevelő munka. Ma 95 tanuló búcsúzik az iskolától. 54 fő Kakováról, 10 fő Szárföldről, 12 fő Vitnyédről, 6 fő Babotról, 4 fő Osliból, 2 fő Veszkényből, 4 fő Himodról, 1 fő Bogyoszlóról, 1 fő Agyabosz-Szergényből és 1 fő Fertőtlen Miklósról. A balladás szertartás része, amikor búcsúzó diákjaink végigjárják a felkészített iskolát, átadják iskolánk zászlaját a 7-eseknek. Elhangzanak a búcsú beszédek. Új reménységek indulnak az életbe, ki tudja merre, meddig mentek. Most, mikor elhagyjátok a falakat, talán a ti szívetek is összeszorul. Sokszor elgondolkozom azon, hogy miért éppen a búcsúzás előtti pillanatokban, miért éppen a jövőben induláskor ragaszkodunk leginkább a múltunkhoz. Miért akkor igényétek, hogy kézen fogjunk benneteket, amikor elengedni kívánjuk kezeteket. Hogy kerül ide egyszerre oldás és kötés? A balladó felemás érzések között él, átmeneti állapotban van, már se ide, se oda nem tartozik. Ahogy arcotokat nézzük, mennyire szembetűnő a változás, amióta először iskolámba léptetek. Sokat változtatok, de mégsem annyit, hogy arcotokra nézve ne ismerném fel a tanításunkra bízott gyermeki arcot. Talán szüleiteknek és nekünk tanároknak is üzennek azok a változó vonások, amelyek az önállósodás és a felnőtté válás felé való közelítést jelentik. Mennyire fontos a kötődés? Hogyan emlékeztek vissza egy boltosztálytársadék szavaira, egy-egy tanári gesztusra hirtelen? Sok-sok emlék változik bennetek, hogy majd életetek során előbukkanjon és jó útbaigazítást adjon úttévesztő helyzetekben. Önképetek, személyiségetek függ attól, hogy mennyire kötöttök a titeket formáló nevelői múlthoz. Talán meglepő számotokra, hogy ennyi szót áldoztam a múlt fontosságára, hiszen tudom, hogy csak visszafelé tekintve nem lehet előre haladni. De a jövő felé utató útbaigazítás annyit ér, amennyit az elmúlt években magadba gyűjtöttél. Bármi szüleitek ott állnak mellettetek, de talán már nem fogják olyan szorosan a kezeteket, és ti is értitek, hogy vállatokon a vándor tarisznyával még sok próbatétel áll előttetek. Fel mindazt a jó szót, amit kaptatok, a lehető legjobban ahhoz, hogy a jó úton maradjatok. Hiszem, hogy meglátjátok azt, amiért élni érdemes, meglátjátok a jót, a szépet. Kívánom, hogy ne a szomorúság, hanem a boldogság ragyogjon az arcotokon. Hiszünk bennetek, mert fiatalok vagytok, és magatokba hordozzátok a reményt, hogy nektek talán még jobban sikerülhet. Mert ti értitek leginkább elindulóban a verső igazát. Nincs, ami többet érhet, mint az életünk, és amit belőle csinálni tudunk, és mert. Kedves balladó diákok, gondoljatok néhány pillanatig mindazokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Én elsősorban a szüleitekre, családotokra gondolok. Eljött az ideje a hálának, a köszönetnek. Ez a nap a búcsúzás napja. Búcsúztok az osztályfőnöktől, tanáraitoktól, diáktársaktól és az iskolától. Ez a nap a legnehezebb a pedagógusok számára is,
amikor végignézi a búcsúzóosztályon, és eszébe jut, hogy milyen is volt a diákjai pár évvel ezelőtt, mennyit változtak, mit ért el velük az évek során. Ilyenkor szokta elfelejteni rossz emlékeket, a dorgálásokat, és ezek az utolsó percek, amikor még néhány kedves szó elején útjára bocsátja őket. Én az iskolai ünnepségekre, a versenyekre, a vetélkedőkre, összejövetelkre emlékszek szívesen. Ahol büszke lehettem a rátok, ahol nem csak a tanulás volt a fontos, hanem a vidámság, a humor, a kultúra, a sport. Az, hogy együtt legyetek, igazi közösséget alkotva. Egy kedves pásoros verssel búcsúzok tőletek. Legyen előtted mindig út, fújjon mindig hátad mögött a szél, az eső puhán esen földjeidre, a nap melegen süsse arcodat, s amíg újra találkozunk, hordozzon tenyerén a jó Isten. Kedves Pátrai és Szécsei diákok, jó utat, Isten veletek! A Kandagó 8. osztályos tanulókat a Kubár térségi általános iskola jutalomba részesíti. Fülöp Levente, 8. C-osztályos tanuló, 8 éven át nyújtott kiemelkedő teljesítményéért és kitűnő tanulmányi eredményéért Pátrai Lakember részesül. Horváth Dorottya, 8. B-osztályos tanuló,
8. B osztályos tanuló kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Megykó Júlia, kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Megyesi Johanna, 8. B osztályos tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért. Nagy Noel, 8. B osztályos tanuló, kiemelkedő sportteljesítményéért. Levente, 8. C osztályos tanuló, kitűnő tanulmányi eredményéért és példamutató magatartásáért könnyű talomban részt. Német Boton, 8. C osztályos tanuló, kiemelkedő sportteljesítményéért. Sajtos Gréta, 8. C osztályos tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményért és példamutató magatartásáért. Szalai Már, 8. C osztályos tanuló, kiemelkedő tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért. Evelin, 8. D osztályos tanuló, jeles tanulmányi eredménye, példamutató magatartás és szorgalma jutalmául tankönyv jutalomba részt. A következő tanuló oklevélben és pizza utalványban részesülnek az iskoláért végzett önzetlen munkájukért. Horváth Lőrinc, 8. A osztályos tanuló. Korompár József, 8. A Dobosi Bálint, 8. B osztályos tanuló. Horváth Péter, 8. B osztályos tanuló. Németh Erik Ferenc, 8. C osztályos tanuló. Krális Boton, 8. D osztályos tanuló.
8. D osztályos tanulóját. És Nagy Dávid 8. D osztályos tanulóját. És a nagyvilágban ébredünk. Újabb utunkra indulunk, tudod a szép, bevállalunk. Minden nap újra kezdjük el, ilyen az élet, menni kell. Előre nézni és tudni azt, a múlt sosem jelent vigaszt. Ne nézz hát vissza, nem szabad, nehezen vonszolod magad. A tegnap súlya vállalom, minden lépésnél hátranyom. A mában élj és láss csodát, élvezd a virágok illatát. A nap az égről rád nevet, melengeti a lelkedet. Végy észre apró örömöt, hétköznapodba költözött vidító szép varázslatot, egy kedves ember, állatot, virágokat, patakot, fát, a szerelmet, ha rád talált, s mindent, mi jól esik neked, élvezd a teljes életet. Semmi ágam, egyedül némán, lent a föld, bent az ég. Menni kéne, mozdulni végre. Segítségükkel elsajátíthattuk a betűvetés tudományát, az olvasás titkát,
és bevezettek a számok rendjelmébe is. Aztán nem sokára felsősebb lettünk. Új tanárokkal, új tantárgyakkal, új osztálytársakkal ismerkedtünk meg. Tudásunk gyarapodott, sok élménnyel gazdagodtunk. Most, hogy az utolsó évnek is vége lett, a tarsolyunkban végre elég ismeretet gyűjtöttünk ahhoz, hogy elhagyjuk az iskolát, elválnak útjaink. S most itt állunk, Ballagó 8-asokként, az együtt eltöltött hosszú évek emlékei kavarognak bennünk. A versenyek erőpróbái, a kirándulások vidám pillanatai, a játékok izgalmai, a dolgozatírások feszült percei. Szomorúan gondolunk arra, hogy többé már nem követünk el együtt diákcsíneket, nem mesélünk mulatságos, tanulságos történeteket egymásnak. Furcsa belegondolni, hogy szeptemberben már nem itt kezdjük az évet, nem válnak ismerős arcok. Az elmúlt 8 év emlék lesz. Egy emlék, amely lassan elhalványul, de mindig szeretettel gondolunk az általános iskolában töltött évekre. Most elköszönünk, de nem felejtünk el köszönetet mondani mindazért, amit itt kaptunk. Búcsúzunk tanárainktól. Szeretnénk megköszönni osztályfőnökeinknek a sok türelmet és segítő fáradozást. Nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken, a kirándulásokon és a pályaválasztás időszakában is számíthattunk a támogatásokra. Kedves hetedikesek, most hozzátok szólunk. Köszönjük nektek, hogy a mai napra ünnepi díszbe öltöztettétek iskolánkat. Ti most átveszitek helyüket, és bizonyára arra gondoltok, hogy végre milyen jó, hiszen ti lesztek a nagyok. Reméljük, jó példaként állunk előttetek, és az együtt töltött éveket nem felejtitek el. Kedves szüleim, köszönettel tartozunk nektek. Hálásak vagyunk a sok-sok szeretetért, biztatásért, amit tőletek kaptunk. Köszönjük, hogy kisásosként fogtátok a kezünket, mindig mellettük álltatok, számíthattok rátok. Köszönjük, hogy a felvételi idején is hittetek bennünk, lelket öntöttetek belénk. Igyekszünk szorgalmunkkal és becsületes életünkkel mindezt meghálálni, úgy élni, hogy igazán büszkék lehessetek ránk. Már nem foghatjátok a kezünket, de tudjuk, hogy az általatok nyújtott szeretet, türelem, figyelem mindig elkísér bennünket. Ez a szál virág jelképezte a szeretetünket és köszönetünket. Eljött a búcsú ideje. Búcsúzunk tanárainktól, az iskola dolgozóitól, iskolatársainktól, a tantermektől és a titkokkal telelít iskolapadoktól. Soha nem felejtjük el, és büszkék vagyunk, hogy a Kapuvár térség általános iskola tanulói voltunk 8 éven át. Tóth Árpád soraival veszünk búcsút. Az élet szép, csak küzdeni kell érte. Boldog az, ki célját elérte. Akarni kell, és minden sikerül. Akarni és bízni rendületlenül. Yeah.
óra, mely elütött, lépik át bátran a szent hajnalra szokás. A tomboló élet. Vigyük magunkkal, mit itt kaptunk, a sok-sok szépet. Hirdessük, itt életiskolában tanultunk, mert jövőnket. Megalapozóvá vált sorsunk. Viszontlátásra mondom, és megyek. Robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezet, amit elengedek, elengedek, elengedek. Amit elengedek. Látásra mondom, és megyek. Robognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami, valami remeg. Mert nem tudom, sohasem tudhatom, szoríthatom-e még azt a kezem. Látásra mondom, mégis, mégis. Viszont látásra holnap, vagy ha nem holnap, hát holnap után, vagy ha nem akkor, hát majd azután, és ha aztán sem, talán egy év múlva, és ha akkor sem, hát ezer év.